Köszöntöm kedves nézőinket! Ugye önök is gyakran sétálnak Eger utcáin? Észrevették már, milyen gyönyörű szobrok találhatóak városunkban? Ha még nem figyeltek fel ezekre, ajánlom műsorunkat, melyben Eger szobrait és közvetlen környezetüket fogjuk bemutatni. Jó szórakozást kívánok! Egy 1966-os népújság cikkében olvastuk a következőeket. Eger 100-150 évvel ezelőtt a szobrok városa volt, több mint 90 alkotással büszkélkedheted. Úgy érzem, ez ma is elmondható városunkról, hiszen közel 80 darab alkotás díszíti utcáit. Első adásunkban Eger talán legforgalmasabb utcáját, a Barkóczi utat szeretnénk bemutatni önöknek. Több ezer ember megfordul itt naponta, de sokan, a helyi lakosokat is beleértve, csak egy autóbuszablakából ismerik a környéket. Az utcát Eszterházi püspök építette az 1800-as években, mai nevét a rendszerváltás után Barkóczi Ferenc egri püspökről kapta. Hajdonán Györgyénynek, majd Ovoda utcának hívták, a szocializmus alatt pedig Nikosz Beleinosz nevét viselte. Az utcában található többek között Wagner Gyula terve alapján 1909-ben épült monumentális épület a Törvényház. Ma a Heves megyei bíróság működik benne. Tovább sétálva az 1967-ben épült buszpályaudvar látható. Itt állandóan nyüzsgés, percenként indulnak autóbuszok az ország valamely pontjára. Sugár István tanulmányai alapján ennek helyén egykoron Eger első mozia működött. Az utca másik oldalán egy parkot találunk, melynek egy részében a Kereskedelmi és Hitelbank épülete, valamint az Eszterházy Károly Főiskola 2. számú gyakorló általános iskolája és gimnáziuma áll. A park előterében egy kőből faragott szobor látható, mely Csikai Márta alkotása. A művészni alkotásaiban az alföldi művészet realista hagyományokhoz kötődik, de kiemelkedőek a bibliai ihletésű kis plasztikái is. Városunkban látható szobrát 1976. márciusában avatták fel, címe Termékenység. A szobor egy női és két gyermek alakot ábrázol. Mint címe is erre utal, szimbóluma ez az anyai örömöknek, a gyermekáldásnak, mely az élet legszebb ajándéka.